Cső! A mai alkalommal itt van az újabb kihívás, amit meg kell valósítani, vagy le kell küzdeni. Ez nem a legnehezebb szerintem. Legutóbbi az kicsit nehezebb volt, amikor innen haza kellett sétálni. Azt, ahogy vakít a nap. Szóval a mai alkalommal elhatároztam, hogy nem megyek nagyon távol a munkahelyemtől. Itt leszek a környéken, Pécsváradon itt elég sok ilyen vidéki dolog van, ilyen szántóföldek, meg hát szántóföldek főleg. Úgyhogy valahol, meg az őket elválasztó ilyen kis minimális erdős kis akármik, és elhatároztam azt, hogy itt a legjobb alkalmas, gyönyörű idő van, még éjszaka sem megy lejjebb a hőmérséklet, mint mit tudom én, 5 fok. Úgyhogy a lehető legalkalmasabb időt éljük most ahhoz, hogy kipróbáljam a sátrat, még viszonylag kemény körülmények között, mindenki aggódik, hogy jaj, meg ne fagyjak 5 fokban. Úgyhogy kipróbáljuk, hogy ez milyen. Szerintem nem lehet gond. Anyád, ott állatok futnak a mezőn. Ott rohangál valami család. Ősz család, basszus, erre a célra hoztam távcsövet. Itt vadakat fogok megfigyelni. Na, úgyhogy az a szituáció, hogy itt sátrazni fogok, nem pont itt, hanem kicsit még odébb fogok menni. És nagyjából egy kicsit így abban az irányban ott találtam ilyen szép fás környékeket, pont ahol az állatkák ott futnak, de ott nem is futnak ezek igazából, ezek ott gyűlnek. Baszki, ezt le kell videózzam. Nem tudom, mennyi látszik belőlük. Állatkák. Nem is látom pontosan, hogy mik azok. Őzek lehetnek. Mindjárt ránézünk távcsővel. Na hát, szóval itt elég sok ilyen vadállat van, meg ilyen egyebek. Itt a szántóföldön, itt nem tudom, itt kivágtak ilyen fákat, és ilyen farakások vannak mindenhol. Ezek nagyon jó ilyen építő alapanyagok lehetnek, úgyhogy most első ilyen napirendi pont, hogy most találnom kéne valami jó helyet, ahol letelepedhetek, és ha ez megtörtént, akkor még talán nappalban tudok rögzíteni pár ilyen alkotós felvételt. Csak előbb találjak egy jó helyet még. Kb. Van egy ilyen érdekes technika, hogy kinyújtod a kezedet, és minden egyes centiméter, ami a horizont és a nap között van, az 10 percet jelent, tehát igazából nekem naplementéig még 2 órán van. 2 és fél órán van nagyjából naplementéig, úgyhogy addig lehetne itt alkotni valamit. Ott a távolban látok egész jó helyeket, lehet, hogy még oda elbattyogok, abba az irányba. És akkor megnézzük, hogy ott mik vannak. Itt van egy ilyen kis patak is egyébként, szóval nem fog kiszáradni. Ja, arra meg ott van a város, Pécsvárad. Ott né. Valaj. Jó kis hely. Egyszer majd be fogom járni ezeket a környező helyeket. Lehet. Na, egy kicsit odén megyek. És akkor ott megpróbálok valami kis minimális sátrat verni. Most nem hoztam bakancsot. Nem csak sima cipőbe vagyok. Nem kifejezetten túrázáshoz készültem, hanem lazulgatáshoz. Úgyhogy most lazulgatni is fogok. Meg végre akkor lehet, hogy lesz időm egy kicsit töprengeni az élet nagy dolgain. Mit kéne csinálni? Nya! Akkor most keresek egy fasz a helyet, és akkor ott szépen tábort verek. Meglátjuk, az milyen. Na ott, Ali! Vagyis hát, ja. Na hát, raktam egy kicsit tüzet. Nem tudom, ekkora tűz elég lehet? Egy kis szalonnához? Ez nem én voltam amúgy.
Valaki azt mondta, hogy tűzgyújtási tilalom van, de az azt jelenti, hogy igazából ilyen tisztasági tüzeket nem szabad gyújtani, de ez tisztasági tűz. Megtűnik nekem, elég soknak, még füsttel. Aztán jó meleg, ezt jól itt hagyták, most már nincs itt senki. Lehet, hogy visszajönnek. Nem tudom. De hát akkor ezek szerint lehet tüzet gyújtani, én csak gyertyákat fogok égetni, attól félek. De ez így kicsit meglepett, hogy itt ég mellettem valami, eddig fel se tűnt, hogy egy füstöl itt valami. Ott voltam 250 méterre. Na mindegy. Na, igazából még csak elindultam. Még nem találtam meg azt a helyet. Ott Ali akkor. Na, ső mindenkinek. Elkezdődött ez a sátrazás, itt vagyok, már itt melegszik a kis kövecske, hát gyertyákon melegszik, úgyhogy eléggé gyengécske a hatásfoka. Tartom a kapcsolatot a világgal, hál' Istennek, van internet, végtelen. Ez nagyon jó. Felállítottam a sátrat, hát próbáltam mindenfélét kraftolni, de kiderült, hogy azért nem olyan egyszerű, úgyhogy egy faszakis háromlábú állványt sikerült kraftolni. A széket akartam, de az igazából nem sikerült. Úgyhogy a következő az most az lenne, hogy megpróbálkozok egy ilyen kis tüzet rakni ebben a kis tégladarabban. Az milyen lenne? Ezt a konzerv helyet találtam ki. Igazából semmi extra értelme nincsen, csak semmi extra értelme nincsen. Semmi értelme nincsen, csak az, hogy nagyon kontrollált tüzem lesz. Tehát én nagyon kis finoman tudom adagolni bele a kis pálcikákat, és nagyon nem látható, hanem csak ilyen kis meleget adó meg mindenféle. De valószínűleg több hőt lead, mint a gyertya, úgyhogy most ezt megpróbálom itt megtömködni, meg ilyenek. Gyűjtöttem egy nagyon kevés maréknyi kis fát. És aztán gondoltam, hogy alulról meggyújtom, és akkor felég benne. Csak az a baj, hogy előbb kipróbáltam, csak pont szélirányba vagyok, mert pont így a sátor bejárata felé fúj a szél. Úgyhogy van némi nehézség ebben. De ha ez itt szépen be tudna gyulladni, és tudna rendesen égni, akkor ez nagyon kis kellemes hőforrás lenne. Jól tartja. Nagyon, egy fél percre gyújtottam meg, de már meleg ez a kő. Úgyhogy igazából ez egy nagyon fasza működő technika lenne. Hát a gyula. Szerencsére egy fekete öngyújtóm van, ami pont így eltűnik így a sötétben, bárhova lerakom. Jól megtömködtem, és mint a pipát így alulról begyújtam. Kezemben tartom a tüzemet. Pont rohadtul erre fúj a szél, tehát így kéne rakni ide. Tábortűz. Tűz van benne. Látszik? Faszán ég. Ezzel most elbajlódhatnék még egy darabig. Lehet, hogy majd még este így megpróbálom életre kelteni, de most így eléggé el vagyok, így csak be akartam jelentkezni, hogy áll a sátor, itt ülök a sátor előtt. Elég fasza. Láttam állatokat, és hallottam pisztolydörrenést, úgyhogy néha lövik az állatkákat. Sajnos itt a környékem. Kb. 300 méterre van az autóút, hallom még az autókat. 20 perc sétára látom innen a munkahelyünket, úgyhogy eléggé fasza. Most azt remélem, hogy majd itt eléggé át tudom forrósítani ezt a kis követ, már kezd szépen felmelegedni a 4 darab gyertya alatt.
Ebből az egyik elaludt. Ez a gyertya, ez jó flash. Jó erős fénye van. Látszik ott, ott ég a kis gyertya, így ráteszem így a kis akármit. Ezt a kis téglát, ez itt eléggé durván elkezdett átmelegedni. Alulról melegíti a gyertya, lehet, hogy majd lehet vele csinálni valamit. Hát kellemesen felfogja a meleget, ez arra jó minimum. Tehát így sugározza a meleget, nem mint hogyha amúgy hideg lenne, tehát még mindig egy szál pulcsiban vagyok, úgyhogy elég jó, jó kis környék. Kár, hogy ez a kraftolás nagyon gyorsan besötétedett igazából. Még lenne mondjuk még 2-3 órám, ha mondjuk egész nap kraftolgathattam volna, akkor elég durva cuccokat lehetett volna megvalósítani. Most az is egy kicsit gátol, hogy nem az erdőben vagyok, és erdőben kraftolós dolgokra készültem leginkább. De hát itt a szántóföldön is azért lehet valamit alkotni. Itt nagyon jó sok alapanyag van, lehet, hogy majd még kéne kísérletezni ilyen napközben. Itt végződik minden. Na, még aggódok egy kicsit, hogy milyen lesz az éjszaka. Tehát vicces lesz itt tölteni az éjszakát. És igazából a holnap reggelre vagyok kíváncsi, hogy holnap hogy fogok szépen dolgozgatni. Még pár órán át ébren leszek, aztán nem tudom, mi van. Sokkal több felvételre készültem így a mai alkalommal, de hát nem várhatok túl sokat magamtól. Ez csak egy hétköznap baszki. Egy hétköznap délután van, nem csoda, hogy nem volt időm alkotni. Egy hétvége alatt baszki olyan tábort össze tudnék dobni egyedül is akár, pláne az erdőben. Majdnem építettem egy céket, csak szétesett. Jaj, de nehéz az élet. Kíváncsi leszek, hogy milyen videókat lehet összevágni ebből. Most már elég faszán kezd átforrósodni. Szinte már, hát még jól esik ott tartani a kezem, az a baj. De már nagyon melegszik. Leteszteljük, mit tud ez a gyertya. Tábortüzet most nem akarok rakni igazából, az ilyen túl nagy macera. Meg azért nem vagyok olyan távol a világtól, hogy így el tudjam rejteni magam, nem akarok így nyilvánosan világítani a sötétben. Nagyon undercover akarok lenni. Az a célom ezzel az egész felszereléssel, hogy minél inkább láthatatlan legyek, mint egy sniper! Na, akkor most még egy kicsit próbálok túlélni, kicsit eszegetek. Hoztam magammal mindenféle károsat. Ezt fogjuk enni. És akkor nem tudom, közben YouTube-ot nézek, mindenféle érdekes Dávid Gyulás adásokat, meg egyebeket fogok hallgatni. Úgyhogy fasz a táborozás van. Tisztán, mint nyárom. Közben elhatároztam. Apránként emelem ugye a kihívást. Az lesz. A következő célpontom az Balaton lesz. Balatonos felvételek jönnek! Vízben pancsolós, meg nem tudom, lehet, hogy nem megyek be a vízbe, de meglátogatunk egy tavat. Az kb. 100 km. Abban lesz kutyagolás is, meg sátrazás is. Tehát most csak sátrazás van, kutyagolás az szerencsére nincsen. Jól elfáradnék. De amikor megyünk a Balatonra, akkor lesz kutyagolás is, meg sátrazás is mindenféle helyen. Az lesz a következő lépcsőfok. Jó laksan melegszik át ez a kis cserépdarab. Vagy más tejfölös chips. Csomó ideig azt hittem, nem szeretem ezt a fajtát, de egész jó. Tiszta szerencsé, hogy a bacon szalon még nyersen is finom. Na most már egyébként kezdem érezni, hogy hűvös van. Lehet, hogy jó lesz lassan egy pulcsit is felvenni.
Később jelentkezem. Nem lehet látni semmit a sötétben, mi? Fel van turva kicsit már ez a mező, de még kellemesen meleg a föld. Ott van a sátor. Szépen. Itt rendezkedtem be. Aztán ott a távolban ott van a város. Nagy messzességben, én meg itt vagyok kb. Láthatatlanul. Jó kis buli. Hát... elég nagy nyugalom itt ott a város. Itt elég világos van, ilyen kis meghitt. Meghitt kis gyertya itt ég, még mindig csak három gyertya ég valamiért. De random kis állványka van, rajta egy kis fényforrás, úgyhogy itt szépen tudok világítani. Látok a sötétbe, hál' Istennek. Na, hát most már elég hűvös van odakint, úgyhogy kénytelen voltam behúzódni ide a meleg sátorba. Csak egy ilyen kis hangulatvilágításnak egy gyertyával világosságot teremtek, és a végtelen internetet felhasználva szörfölök a YouTube-on. Az a jó itt a földön, hogy a szántóföldön ilyen frissen feltúrt talajon fekszem, tehát igazából felveszi a formámat, és igazából olyan, mintha valami polifómon aludnék, úgyhogy eléggé kényelmes. Kicsit aggódok a reggel miatt, hogy milyen lesz majd hirtelen összecsomagolni, nem tudom, hogy mikor keljek fel. Valószínűleg kicsit tovább tudok majd aludni, mint normál esetben egy órácskával mondjuk. Nagyon izgalmas kis kaland van. Hallom néha, hogy itt bokorban állatok mozgolódnak időnként, de nem jönnek közelebb. Szalonnasütési projekt az sajnos kútba fulladt, mivel gyertya sajnos nem termel elég hőt, hogy átsüsse a szalonnát, ahhoz tábortüzet kell gyújtani. Mázli, tiszta mázli, hogy ez a szalonna, ez még nyersen is jó mustárral, meg kenyérrel, úgyhogy jót vacsoráztam. Úgyhogy elég jó kaland sátrazni. Nem is tudom, hány fok van odakint. Megpróbálok gyorsan információt szerválni erről. Hát, meg kell kapcsolni a helymeghatározást ehhez. Három telefon van nálam, de basszus, a tabletet elfelejtettem elhozni, pedig az lenne az igazán jó nagy képernyő. Arra számítottam, hogy jó tabletem majd itt jól fetrengek, és akkor jól tévézgetek, de otthon maradt. Nézzük csak. Nem létezik, hogy 11 fok van. Még csak 19:41 van. Amúgy. Na? Lefrissül. Lehet, hogy 11 fok van odakin. De már azért kicsit idegnek érződik, de itt bent jó idő van. Ez gyertya, ez nagyon bevált, ez fényforrás. Én kb. Rohadt meleg van itt mellette. Még mindig szerencsére csak pulcsiban vagyok. Csak így a hec kedvéért bemásztam a hálózsákba, hogy kipróbáljam, hogy milyen. A talaj sem hideg, tehát nem hűt át a talaj. Úgyhogy nagyon jó itt leledzeni. És azokon gondolkoztam, hogy mindenki így arra számít, hogy tűzgyújtási tilalom van, meg minden, meg megbüntetnek, hogyha
sátrazol, meg megbüntetnek, hogyha 8 után kint tartózkodsz, de ez lehet, hogy mind így van, de az meg kellene, hogy találjanak. Na, egyébként nagyon izgalmas történet alakult ki ma így a nap végén, amikor elindultam így kirándulni, akkor bementem az egyik ilyen kis boltba, hogy bevásároljak ilyen kis eszegetni valókat, és basszus, a bolt bejáratánál vettem észre, hogy nem találom a maszkomat. Valahol eltűnt a maszkom, kiesett a zsebemből, vagy nem tudom, eltűnt a szaros maszkom. Úgyhogy gondoltam, hogy egy sálat kéne akkor hordani, és felhúztam a sálamat, és akkor bementem vásárolgatni, és akkor hát már a biztonsági őr, amikor ott válogattam a kis szalonkákat, hogy mit kéne enni, akkor már odajött, hogy hát... Érdekes. De mindegy, tehát amikor ott válogattam, akkor a biztonságért már odajött, hogy hát a maszk használata az kötelező, és akkor mondtam neki, hogy hát elvesztettem a maszkomat, tehát itt van ez is azért lefogja azt a kis baktérium hadsereget, vagy vírus hadsereget, ha kell, akkor még félbe is hajtom, hogy vastagabb legyen, meg hát azért a sál az nem sokkal több, mint mondjuk egy ilyen sima szövetmaszk. Na mindegy, hát így nagyjából sikerült meggyőznöm, hogy hát jól van, akkor egyszer most még így ki lehet bírni, amúgy is 5 perc múlva távozok. Megvettem a kis cuccaimat, tehát meg is nyugodott a Beastie Boy. Úgyhogy bevásároltam, és akkor pultnál szépen várok a soromra, és akkor még a idős nénike előadó, vagy eladó, ott húzogatja le a cuccokat, és beszól, hogy maszk nélkül nem szolgálhatjuk ki. Nem szolgálhatom ki. És akkor hát töprengtem egy kicsit, hát láttam, hogy ott van ilyen maszk, amit így meg lehet venni. 500 forintért vettem 3 darab szájmaszkot, ilyen egyszer használatos szájmaszkot. Nem is tudom, hogy ki az a paraszt, aki kihasználja a vírus helyzetet arra, hogy 500 forintért árulja ezeket a 2 filléres szájmaszkokat. Na mindegy, vettem egy ilyen csomagos szájmaszkot, még sállal a kis szám előtt, és akkor hát bontsa ki, majd utólag lehúzom, jó? És akkor megvettem azt a kibontottam, felhúztam a maszkot, és akkor 500 forintért azt megvettem azt a 3 darabos szájmaszk csomagot, és így elkezdtem tanakolni, hogy igazából volt rajtam maszk. Tehát egy sálat tekertem a fejem köré, ugye hát ez egy maszknak lehet ezt nevezni tekintettel arra, hogy például amikor futballhuligánok így mennek, és így a sálukat így az arcuk elé takarják, akkor így mondják róluk, hogy hát a maszkos huligánok, meg a nem tudom. És hát igazából gyakorlatilag egészséges voltam, tehát igazából nem voltam fertőzőképes, és igazából volt rajtam egy maszk, ami gyakorlatilag ugyanolyan volt, mint a sima szövetmaszk, vagy egy akármilyen szövetmaszk, egy sál, és igazából arról kellett volna ott vitatkozni, hogy ne kelljen megvennem azt az 500 forintos 3 darabos maszkot, azon ment a vita, hogy igazából mit nevezünk maszknak. Tehát ők kizárólag az egyszer használatos sebészi maszkot fogadják el maszknak, semmi más, ami az arcod előtt van és takar bármit, az nem számít maszknak. És az annyira felháborított, egy pillanatra ott nagyon durván cringe-eltem sajnos. Ez nagyon para volt, hát egy sál az miért nem funkcionál maszknak? Az elején még működött, tehát még az elején azért a sálat is lehetett használni maszkként, és igazából a szövet maszkok gyakorlatilag ugyanolyanok szűrés szempontjából, mint egy sima szájmaszk. Ugye nagyon fontos, hogy az ilyen nagyobb cseppekben lévő vírusokat illene megszűrni, tehát nem maga a vírus távozik a szájon, ami ilyen nagyon mikronméretű, hanem ilyen hatalmas cseppek, amiket igazából bármilyen szövet megfog. Tehát igazából, ó, Istenem, nagyon cringe-elek néha azon, hogy az emberek hogyan kezelik a vírust, meg az államok hogyan kezelik a vírust, így senki nem tud semmit a vírusról, de mégis jó, biztosra akarnak menni, de akkor is annyira a hülyék miatt annyira le kell alacsonyodni egy ilyen általános primitivizmusra, hogy mindenki megértse az üzenetet, hogy ez hihetetlen, és akinek erre nincs szüksége, az nagyon cringe-el ilyenkor, amikor hülye törvények vannak, hogy 100 méterre van tőled az utcán a másik ember, de attól még maszkot kell hordani.
Minden, nem akarok rage-elni, mert most már rage-elni is ciki az, hogy mekkora hülyeség ez a vírus helyzet. Már, de már az is gáz, hogyha lázadsz a rendszer ellen, szakállas gyökércsávó, aki mondjuk elég para arc, de az is tök gáz, hogy ilyen balta birka mód követed az ócska törvényeket, meg az ócska szabályozásokat, szóval egyik döntés se jó, annyira unom ezt a vírushelyzetet, nincs jó döntés, senki nem tudja a jó megoldást, nincs jó megoldás erre, és mindenki hülyeségeket csinál. Úgyhogy nagyon vicces flashek ezek a dolgok. Sokat gondolkoztam egyébként még azon, hogy mire valók a törvények igazából. A törvények azok a gonoszságot hivatottak visszaszorítani, vagy a hülyeséget hivatottak megakadályozni. Tehát igazából nekem ezzel kapcsolatban talán az a véleményem, hogy a törvényeket azt igazából a gonoszság ellen kéne hozni. Nem a bénaság ellen. Amikor valaki hülye, vagy béna, vagy valamit rosszul tud, az nem egy büntetendő dolog, amit törvénnyel büntetni kellene. Legfeljebb talán a szabályozás lehet. Szabályozás lehet az a szó, ami a hülyeséget hivatott visszaszorítani. De a törvények azok igazából a rossz, az emberi rossz indulatot hivatottak kordában tartani. Nem tudom. Nagyon furcsa az élet. Tehát például számtalan olyan dolog van, amelyet a törvény rendkívül brutális módon szankcionál, hogyha valaki mondjuk valamit csinál ezzel kapcsolatban. Tehát például, nem tudom, Amerikában, ha betévedsz véletlen egy embernek a kis birtokára, akkor az ember lelőhet téged, és minden joga megvan hozzá, pedig csak lehet, hogy eltévedtél, egy turista vagy. Amikor ott múltkor betévedtem véletlen a disznókhoz, akkor igazából a gazdának minden joga meg lett volna, hogy lepuffancson. Tiszta szerencse, hogy nem látott meg, hogy Magyarországon ez nem legális, de igazából miért teheti ezt meg? Tehát a hülyeséget miért büntethetnénk ugyanúgy halállal, akár tévedésből, mint például azt, hogyha valaki szándékosan bemegy egy területre rongálni, vagy kárt okozni, vagy ellopni onnan valamit, mert az mondjuk jogos. Jogosnak mondható. Na mindegy. Ilyen hülyeségeken gondolkozom, egyébként most mindenféle random videót nézek, Dávid Gyulát, meg rossz PC játékok sorozatot kicsit felidézem újra, úgyhogy elég jó a környezet, itt bent a sátorban minden rendben. Jót kajáltam, aztán nem sokára, most már lassan 8 óra van, 9 órakor már általában aludni szoktam így hétköznap, mert leszív az élet. Úgyhogy ja. Na. Ki vicces dolog ez a sátrazás, úgyhogy még lesznek majd ilyenek, és akkor majd jönnek a további fejlesztések. Most kacsákat hallok jelenleg. Na! Akkor majd később találkozunk. Na tse! Na tső mindenkinek! Túl vagyok az első éjszakán, jelenleg. Tovább. Jelenleg 5 óra van. Szépen. Hát nagyjából 5 órakor szoktam felkelni így általában. Kipihent vagyok, hát hűvös van odakint. Kétszer vagy háromszor ébredtem fel az este. Ki kellett mennem WC-re sajnos. Na, az kicsit szar volt, amikor ki kellett bújni a hálózsákból, kimászni, kimenni a hidegbe, leszállt a köd egyébként a szántóföldre, teli hold volt egész éjszaka, tehát igazából viszonylag világos volt, még forgatni is lehetett volna. De kicsit fáradt voltam, úgyhogy aludtam. És hát ja, utána nem tudom, kb. Olyan hajnali 2-kor, meg 1 órakor már hideg volt faszán, tehát akkor már 5-6 fok volt odakint. Az a tapasztalatom, hogy itt bent a lélegzetem lecsapódott a sátor falára, tehát nedves a sátornak a belseje, nem azért, mert beázott, hanem mert belihegtem belülről. Ez a gyertya, ez marhára bevált, ezt gond nélkül merem égetni itt a sátor belsejébe, pláne, hogy még az egész sátor tiszta víz még belül is, szóval biztos, hogy nem tud kigyulladni. Sőt, még talán segít is, hogyha itt kicsit itt égetek, a termelődő égés
termelődő égés termékek azok nem folytottak meg szerencsére. Van szellőzés a sátornak, és faszán felmelegszik, tehát ez a gyertya, ez befűti az egészet, tehát egy nagyon fűtött élmény van itt. Úgyhogy ez megteszi. Na most finoman megreggelizem, összeszedem magam, megiszom a kis energiaitalt, amit itt kint a hűtőben tárolok. Jó sok koffeint iszom, hogy működjön a szerkezet. És akkor felkészültem, hogy letoljam Szent Péntek napját a munkahelyen. Gyönyörű napunk lesz, szerintem ki fogom bírni. Úgyhogy érdekes volt ez a kaland. Sok mindent tanultam ezzel kapcsolatban, tehát azért a 5 fok az még nem a legkönnyebb kihívás, szóval 5 fokban életben maradni a természetben az már lehetséges, de nem kellemes. Kell egy kicsit küzdeni érte, de amúgy jó buli volt. Jó buli volt. Még kicsit azon töprengek, hogy mikor kezdjek el elindulni. Még van egy csomó idő, még pár órán van, úgyhogy addig kockulak. Jó kis videókat lehet nézni az interneten. Filmbarátok podcastet is hallgattam, úgyhogy most lehet, hogy lesz egy-két film, amit meg szeretnék nézni. Egy Tom Hanks-es vagy nyugatos filmet meséltek, ami tetszik nekem. Úgyhogy azzal fogok foglalkozni. Úgyhogy jó dolog ez a sátrazás, vicces dolog. És tetszik benne az a szabadság, hogy ezt bárhol meg tudom csinálni. Még a föld is puha volt itt a szántóföldön. El tudtam igazgatni a kis földkupacokat, úgyhogy párnát is tudtam belőle hajtogatni. Úgyhogy elég jó volt. Vicces volt. Vicces. Úgyhogy lesz még ilyen. Ugye a sátras jelentekből kevesebbet lehet forgatni, mint az ilyen batyós jelentekből, de így is azért. El tudom képzelni azt, hogy egy balatoni kirándulásból jó felvételanyag is készülhet. Úgyhogy akkor folytatódik a gyakorlás, és akkor a mai alkalom az sikeresnek tekinthető ez is. Leszámítva azt, hogy nem sikerült a kraftolás. Tegnap az kicsit sajnálom, hogy tegnap a kraftolás az nem nagyon jött össze. Jó lett volna egy kis, jó kis berendezést összerakni. De a szántóföldön itt nem volt elég idő a gyors naplemente miatt, meg az eredeti tervekhez, ilyen erdős témában gondoltam volna egy kicsit így két farönkre egy másik farönköt rárögzíteni kötéllel, és ez rögtön egy pad. Hát itt még az állványt is nekem kellett volna megcsinálni, de sajnos szétesett, mert nem vagyok egy mérnöki zseni. Játékban könnyebb kraftolni, sajnos. Na, szóval hát ennyi lett volna így a kis beszámoló, vicces dolog sátrazni. A vadonban, és még lesznek erre példák. Na, ez kicsit párás most a levegő. Úgyhogy itt töltöttem az éjszakát, semmi nem látszik ebből, igaz? Itt vannak a hálózsáknak a maradékai, kis sátor, a távolban a város. Most már kezd felkelni a nap, 3 fok volt, leghidegebb pont az éjszakában az 2 fok volt, tehát még fagypont fölött volt a hőmérséklet. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy kaland az nagyjából sikeresen összejött. Ilyen jó kis teli hold van ott. Még ott látszik. Egész éjjel világos volt. Viszonylag. Na most jön a sátorbontás, aztán
irány a meló. Na, összepakoltam, felkészültem az útra. Kicsit szar volt így a hidegben nekiállni, sátrat bontani. Leszállt a köd, minden tiszta párás, még a földre is lecsapódott a pára. Nagyon hideg van, 3 fok lehet, vagy 4 fok van most már. Megnéztem az előbb az interneten. Úgyhogy vicces volt ez az első éjszaka most. Kb. 1 kilométerre van innen a munkahely. Kb. 15 perc séta. Szép komótosan elindulok, nem sietve, pihengetve. És akkor majd ott dolgozok, és akkor ennyi. Akkor jön a hétvége, és akkor végre összevághatom ezt a sok videót. Nem sok videóanyag készült, mert nem volt nagyon lehetőség forgatni a sátorban, meg főleg aludtam, kedvem se volt. Egyetlen egy nehézség, hogy rohadtul rám tört egy fejfájás így az este előtt. Még szerencsé, hogy volt nálam ilyen fejfájás csillapító, de egy kicsit azért kellemetlen volt, amíg elkezdett hatni. Nagyon durva köd van mindenhol. A buszból ezt úgy lehet látni, mintha egy ilyen réteg lenne így a völgy fölött. Nem tudom. Így néz ki a táj, ott vannak ilyen drótok. És itt a szántóföld szélén, a szántóföldön vertem tábort. Itt lett volna egy csomó építő alapanyag, hát sajnos nem volt lélek jelenlétem kraftolni dolgokat. Így nekiálltam pár ilyen deszkát. Eldőlt a kamera, sajnos. Jaj. Jól bele van igazgatva most a földbe. Szóval nekiálltam kötözgetni, de meghaladta sajna a képességeimet. Kicsit durább dolgokat kell tervezni, még nagyon stabil szerkezeteket kellene tervezni, hogy jól lehessen bushcraftolni. Ez mesterség, az a csávók, akit néztünk, az egyébként kovács. Kovácskodni is tud, emellett ács. Szóval neki a vérében van a bushcraftolás, én pedig csak egy városi gyerek vagyok. Nem tudok ilyeneket csinálni még. Meg kell tanulnom. Na hát ez ilyen sürgősségi próbálgatásnak ez jó volt, de nem tudtam igazából kihasználni a szabadság teljes fokát, hogy bármennyi időm van, világos is van. Szerintem lesznek még jobb bushcraftolós videóim is. Most már tudom a nehézségeket. Szóval, ja. A sátrazás az működik, tehát igazából ez a világjárás témakör, ez vállalható. Még télen is életképes vagyok egy sátorban. Jó, nem a legdurvább téli időszakban, de mondjuk hát 3 fokig, 0 fok környékig azért életképes vagyok. Kicsit már azért kell több réteg ruha, meg hálózsák, meg stb. Meg éreztem azt, hogy nem volt polifomom. Nem volt polifom, tehát igazából éreztem, ahogy a talaj szívja el belőlem a hőt. Egészen konkrétan hideg volt, de szerencsére éppen elég volt a hálózsák, meg a sátor, meg még egy ilyen pulóvert leterítettem oda alá, amit nem akartam felhúzni. Tehát igazából így pont elég volt mindenre. A hő nyáron mindenféle nehézség nélkül életképes vagyok a sátorban, még télen is. Úgyhogy ez a teszt, ez ilyen szempontból sikeres volt, és akkor most jön a nagyobb kihívás, a Balaton, a séta és sátrazás egyszerre. Úgyhogy érdekes kaland lesz. Na, kb. Ennyi videó így kezdésnek elég volt, még egy hátteret. Szóval... akkor majd, ha egy kicsit majd végszebb lesz az idő, meg nyári hangulat lesz, akkor megpróbálok elsétálni a Balatonra.
De egyébként még az sincs kizárva, hogy poénból még egyszer megpróbálom lesétálni a Pécsvárat, Pécs távolságot, tehát kicsit edzeni szeretnék. Főleg a gyaloglás részét szeretném gyakorolni, hogy kitartó legyek. Úgyhogy megpróbálok minél több ilyen túrán részt venni. A sátrazás az pedig már, hát ez igazából csak a túlélés, az éjszaka túlélése, a többi része az a gyaloglás. Úgyhogy, ja. Na, indulok munkába. Aj, de nehéz az élet. Ó, ott van valami állatka. Patkányt láttak, vagy valami egeret láttam bemenni ott egy lyukba. Aha, egy egeret látok. Egy egeret látok. Ott egy egér. Ott egy egér, beszarás! Szia, egér! Jaj, hogy szalad a kis egér! Jaj, kis egér, szia! Kis ugró egér, vadugró egér, hogy bírja ezt a hideget a kis egérke? Durva, hogy ilyen környezetben is élnek. Szia, egérke! Jaj, hogy szalad a kis egér! Úgyhogy megvolt a társaságon, voltak vadak is az este. Jaj, de kis kitartó! Ó, milyen közel jön, beszarok! Ide jön hozzám! Szia, kis egér! Szia, kis egér, hogy vagy? Mi legyen a neved? Az lesz a neved, hogy... Az lesz a neved, hogy... Uránka! Uránka itt van! Ja nem, az már foglalt. Mi akarsz lenni, kisegér? Mi akarsz lenni? Jézusom, ez körbe szaladgál. Ó, milyen kis kedves. A lábam közelébe jött. Ott van valahol a kis odúja. Ja, nagyon durva. Milyen kis barátságos. Hogy szereti a felvételt? Szereti a kamerázák. Egy kis sztár. Ó, hogy ugrálott. Ja, szóval voltak vadak, kicsit lövöldöztek is, szarvasokat láttam sokat. Kacsákat hallottam, meg pár ilyen madarat, ilyen furcsa hangút. Na most már tényleg mennem kell, mert itt az idő. Enni kell dolgozni sajnos. Becsá!